Jó estét kívánok, köszöntöm a Városi Televízió nézőit. A híradó után téma című műsorunkat látják. Internetes blogon indokolja közgyűlési döntéseit a Szegedi LMP. Málovis Györgyöt a pár szóvivőjét kérdezzük arról, hogy miért ezt a formát választották a választókkal való kapcsolattartásra. Továbbá, hogy milyen szempontokat mérlegeltek, amikor egy-egy előterjesztés kapcsán kialakították álláspontjukat. Rendhagyó rekordkísérletre készülnek Szegeden és az ország további 19 településén. Szerdán a legtöbb egyszerre csapvizet fogyasztó ember világcsúcsát szeretnék felállítani. Az akcióval az ivóvíz fontosságára, a vízbázisok védelmére szeretnék felhívni a figyelmet. Magyarország egyike azoknak a kivételes helyzetben lévő államoknak, ahol az ivóvíz egészséges és bátran fogyasztható. A következő fél órában ezekkel a témákkal várjuk Önöket, tartsanak velünk! Köszöntöm a Városi Televízió stúdiójában Málovis Györgyöt, az LMP megyei koordinátorját, szóvívőjét. Jó, Jó, estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó kívánok. És Kuári Nándort, a Fidesz KDNP önkormányzati képviselőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Első kérdés adódik, az LMP miért internetes blogon fejti kiálláspontját a közgyűlési döntésekről, illetve az általuk legfontosabb, legfontosabb tartott témakörökről? Jó, hát ugye a felvezetőben az volt, hogy ez a kapcsolattartás, nem csak ez a kapcsolattartás azért, mert uh, ugye Többek között a blogunkon a közgyűlési előterjesztéseket érthető formában ugye közzétesszük, általában a közgyűlés előtt néhány nappal, pont ez is az átláthatóság érdekében, illetve hát ezek az indoklásaink is azért vannak, hogy bemutassuk azt, hogy mi egy döntésnél miért úgy szavaztunk, ahogyan. Ezekkel persze lehet vitatkozni, ha valaki nem ért egyet, ez ezt is szolgálna, hogy bemutassuk az lmp álláspontot, és adott esetben ez más pártokat, vagy bárkit, aki ezekhez hozzá szeretne szólni, akár civil szervezetként, akár magánemberként, ez hát vitára ingereljen. Eleinte ezt szöveges, tehát ilyen írott szövegben csináltuk, azután rájöttünk, hogy talán sokkal felhasználóbarátabb és talán kicsit barátságosabb az, hogyha ez arcokat is tudnak az emberek társítani, és nem kell hosszú oldalakat olvasniuk, hanem hát elég, videót, elég néhány videót megnézniük. Ráadásul ugye csak azok a videókat, amelyek érdeklik őket, mert szét vannak ezek szabdalva előterjesztésenként, és ezért választottuk ezt a formát a kérdésre válaszolva. Ugye akkor az első kérdés, hogy a szegedi közoktatás területén végrehajtott megszorításokról beszélnek. Mire gondolnak pontosan? Hát itt a, a, megszorítás kifejezés az most éppen határeset, hogy ez megszorítása vagy, vagy mondjuk racionalizálás, ugyanis valamennyivel kevesebb, ha jól emlékszem, 45-tel kevesebb gyermek iratkozott be első osztályba, és emiatt megszűnik két osztály, két, tehát kettő első osztály a kevesebb indul általános iskola osztály, mint korábban. Összességében pedig ugye a nyolc, kimenő nyolcadikos évfolyam és a bejövő elsősök közötti különbség, demográfiai különbség miatt öt osztály szűnik meg, és hát ez ugye alkalmat az önkormányzatnak arra, hogy kivonjon forrásokat az oktatásra mivel mi azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül kellene minden egyes ilyen esetben, amikor a gyermekszám csökken, forrásokat kevenni az oktatásból. Mi ezzel nem értünk egyet ezzel a döntéssel. Fidesz KDNP, egyetért? Sajnos egy nagyon nehéz fenntartói döntés megszületését kellett végigvinni, illetve végig a, hát végigvernünk a, a közgyűlésen. Gyakorlatilag a gyermeklétszám csökkentése indokolja mind az osztályok számának a csökkentését, mind pedig értelemszerűen az ehhez, rendelt, ehhez rendelhető források csökkenését is. Hozzá kell tennem azt, hogy a, az állami normatívák azok a 90-es évek elején fedezték maradéktalanul az oktatásügy fenntartását, finanszírozását, azóta gyakorlatilag az elmúlt bő másfél évtizedben valamennyi önkormányzat kisebb-nagyobb mértékben településmérettől függően kell, hogy hozzájáruljon az oktatási létesítményeinek fenntartásához. Ismeretes, hogy számos önkormányzat pont a költségek miatt dönt oktatási létesítményeinek egyházi kezelésbe történő átadásáról. Tehát sajnos egy elsősorban a demográfiai adatok és a gyereklétszám csökkenése miatti ne nehéz döntésről volt szó. Úgy, aminek van érzelmi oldala is, ami nehéz meghozni. Kifejezetten, hiszen például szem, személyes hát kötődésem is volt, például a Hunyadi János, volt Hunyadi János általános iskolához a Lidicei téren, ami gyakorlatilag kiűrül, és az ottani általános iskolai, önkormányzati általános iskolai oktatás sajnos meg fog szűnni. Igen. A városi pályázatok esetében a különösen a Vásárhelyi Pál utca második ütemének a folytatását bírálta, vagy kritizálta az LNP. Mi volt a problémájuk ezzel a javaslattal, ezzel az előterjesztéssel? Hát az a problémánk, hogy ugye nemrég még rendkívüli pénzügyi helyzet volt a városban, ami ugyan bizonyos értelemben, egy bizonyos síkja ennek egy hát politikai színjáték volt, vagy egy ilyen szimbolikus politizálás. Más értelemben viszont látni kell, hogy olyan strukturális problémák vannak Szeged költségvetésében, hogy egyáltalán nem látszik az, hogy akár csak egy-két-három éves távlatban miből tudja Szeged finanszírozni a megnövekedett hitelállományát. Ebből fakadóan szerintünk nem evidens, hogy minden pályázatba bele kell ugrani, még akkor is, hogy ezeknek bizonyos fázisában már elvi döntések születtek, amely elvi döntésekből egyébként többé-kevésbé ki lehet hátrálni, ebben az esetben ez inkább többi kihátrálást jelentene. A pénzügyi bizottság egyébként bekért olyan adatokat, amelyek a júniusi közgyűlésre, hát a jelenleginél felelősebb döntést irányozhattak volna elő. Ezek az adatok a város likviditási helyzetében, illetve általában a pályázatokkal kapcsolatosak, és azt tartalmazzák, hogy a városnak milyen pályázatai vannak, ezek konkrétan miből állnak, mekkora ezeknek az önrészük, és milyen jogi és financiális szankciókkal kell a városnak szembesülni abban az esetben, hogy ezekből kihátrál. A vásárhelyi pál projekt, vagy utca felújításának, vagy szélesítésének második üteméről szerintünk jobb lett volna júniusban dönteni. Ezt a projektnek a határideje megengedik. Egyébként a pénzügyi bizottság, még a Fidesz képviselő is ezt az álláspontot képviselték, amit mi a pénzügyi bizottságon konkrétan ez a projekt nem ment át, aztán a végén a közgyűlési döntés az máshogy alakult. De a közgyűlésen, akik támogatták, azzal érveltek, hogy az első ütem megvalósítása el fog indulni hamarosan, és akkor ott maradna egy olyan útszakasz, ahol négy sávról két sávra szűkül az út. Ezt látni kell, hogy általában vitatható az, hogy szerencsés az, hogyha vagy hogy szüksége van -e arra a városnak, hogy a vásárhelyi Pál utcát az végig négy sávosítjuk. Meg kell nézni azt, hogy milyen kötöttségekkel jár az, hogy egy bizonyos része meg lesz csinálva négy sávosra, mert erről már sajnos döntés van. Szerintünk sajnos, mert természetesen erre ezen lehet vitatkozni, hogy jó ez a városnak, vagy kell a városnak ilyen anyagi kondíciók mellett, vagy nem. És a második ütem pedig ugye nem fog megvalósulni. Mi mindezt mérlegre téve úgy gondoltuk, hogy júniusig, amikor még jobb, több információ birtokában leszünk, mindenképpen érdemes várni, és onnantól kezdve minden szempontot mérlegelve, tehát nyilván nem csak a, a pénzügyi szempontokat mérlegel ilyenkor az ember, amikor valahogy a közgyűlésben nyomja a gombot, de minden szempontot és a jelenlegi rendelkezésre állónál lényeges több információ birtokában mérlegelve tudnánk akkor döntést hozni, és ezért volt ez a döntésünk. Koordinátor szerint is mondjuk fölül kellene vizsgálni a beruházásokat, hogy esetleg meg kellene fontolni bizonyos pályázatok elhalasztását, vagy bizonyos beruházások átütemezését? Az jól látszik és jól érezhető a város eladott, eladósodási ütemén, illetve a város financiális problémáin, hogy ez a fajta elmúlt években látott, tapasztalt fejlesztési ütem nem föntartható, illetve a város forrásai, a szükséges önrészek előteremtése nem áll ehhez rendelkezésre. Jelent pillanatban is fejlesztési hitelekből történik az önkormányzati önrészek megfinanszírozása, míg az önkormányzat saját bevételei, adók, egyébek, átengedett állami bevételek és egyéb források tekintetében pedig sajnos inkább csökkenőben vannak. Tehát jól látszik, hogy mondjuk ez a két görbe előbb-utóbb mecsi egymást, és egyet kell értenem annyiban Málavics Györgyel, hogy ez a mecsi pont inkább előbb fog bekövetkezni. Konkrétan ez a pénzügyi bizottságon is övetődött. Úgy gondoljuk, hogy a következő években véletőleg egy visszafogottabb fejlesztési ütemre lesz módja lehetősége a városnak. A Vásárhelyi Pál utca kapcsán viszont egy már megkezdődő beruházás második üteméről van szó. Az, hogy az utca egyes szakaszai négysávosra bővülnek, majd utána pedig más szakaszai kétsávos marad. Ez úgy gondoljuk, hogy szerencsétlen félbehagyása lenne egy megkezdett fejlesztésnek, viszont abban egyet kell, hogy értsen, szerintem a közgyűlés minden felelős tagja, hogy az önkormányzati beruházásokat 2012-13-ra vonatkozóan azok pénzügyi fedezetét felelősen kell megtervezni. A város eladósodottsága ismeretes, hogy a legutóbbi közgyűlésen több mint 4 milliárd forintnyi külső tőke bevonás részben, hitel részben, hitel, részben, hitel részben, pedig kötvénykibocsájtás került megszavazásra. Ez ezt a beruházási dömpinget nem képes fenntartani pillanatra térjünk még vissza a Vásárépel utcához, mikor kezdődött az első ütem? Tudomásom szerint ez a, a, munkálatok azok ugye 2011 végén elkezdődnek, és ugye a 2012-re átfutó beruházásról van szó, és ezt követően értelemszerűen a következő ütem alapján 2013-ra fejeződhet be a teljes úthoz négysávosítása. Ugye szoba került itt a kötvénykibocsátás és a hitelfelvétel. Potka László azzal érvelt a közgyűlésen, hogyha nem adja jóvá a képviselőtestület, például a kötvénykibocsátást, akkor júniusban fizetésképtelenné válhat a város. Önök is így látják? Hát az az igazság, hogy nagyon-nagyon nehéz így így kvázi külsőként a külsőt, abban az értelemben mondom, hogy nyilván az ember nem rendelkezik olyan információkkal, mint maga a polgármester. Teljesen egzakt módon látni ezeket a Ezeket a dolgokat, de könnyen elképzelhető, tehát nagyon könnyen elképzelhető. Ténylegesen olyan finanszírozási problémák vannak a rendszerben, hogy ez nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez így alakult volna. Ennek az okairól egyébként már múltkor is beszélgettünk, amikor itt többen ben voltunk, és a közgyűlés előtti műsor volt szó, szóval, hogy ez adódik egyből az önkormányzatok reálértékben, tehát inflációval korrigálva számolva csökkenő finanszírozásából adódik a az állam által ki nem fizetett Európai Uniós támogatásokból, és nagyon nagy mértékben adódik abból, hogy a város egy olyan beruházás fejlesztés folytatott, amely olyan beruházásokat hát valósít meg, amelyek ugyan a városi vagyon növelik, de egyrészt ez nem forgalomképes vagyon, másrészt pedig egyáltalán nem termelő vagyon, tehát nem termelik ki gyakorlatilag a beruházott önrésznek az összegét. Ilyenkor mindig arra hivatkoznak, hogy erre lehet most az Európai Unióban pályázni. Hát persze, de mi azt gondoljuk, hogy azért, mert pályázni lehet valamire, azért nem kell rá pályázni. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha Szegednek lenne egy olyan gazdaságfejlesztési stratégiája, egy olyan városfejlesztési stratégiája, amely egyébként nyilvánvalóan a társadalmi és környezeti szempontokat egyaránt integrál, nem csak a gazdasági szempontokat, amely azt eredményezné, hogy adott esetben hát nem mozdulna rá mindenre a város, amire úgy érzi, hogy hirtelen ő most rámozdulhat. Egyébként én úgy tudom, hogy más települések ezt úgy is csinálják, hogy előre legyártanak bizonyos projektvázakat, és amikor olyan pályázati kiírás van, akkor nem arról van szó, hogy na most erre már nem tudunk rámozdulni, mert túl rövid a határidő, hanem akkor ezt kis plusz munkával ugye be tudják oda tolni. Tehát szerintünk ezen a logikán változtatni kéne, és nem a kiél beruházásoknak kellene vezérelniük a városnak a fejlesztéspolitikáját, úgyhogy egyébként egy ilyen kiírás, hogyha megjelenik, akkor az fölírja, meg lehet nézni a város összes fejlesztéspolitikai dokumentumában lefektetett elveket, a vásárhelyi pál utcával kapcsolatban is azon lefektetve, hogy nem igazán van szükség annak a négysávosítására, ez képest ugye, hogy lehetőség nyílt ez, ez, megtörtént, hanem sokkal inkább arra lenne szükség, hogy, hogy ténylegesen egy stratégiai gondolkodás honosodjon meg, és ez ö, hát vezérelje a városnak a fejlesztési politikáját. Fidesz KDNP képviselőként, és úgy látja, hogy változtatni kellene itt a logikán? Azokat a beruházásokat, amelyek a jövőben is megvalósítani kívánunk és megvalósítani szeretnénk szűkebb önkormányzati önrész forrásokból, ez ki is kényszeríti azt a józan logikát, hogy itt egy koherens társadalmi és gazdasági jövőkép mentén kerüljenek megtervezés és megvalósításra a beruházások. Ismeretes az akár itt a közelmúlt beruházásai kapcsán, hogy volt egyszer például mondjuk egy ligetfürdő felújítás, aztán azt követően a nagyfürdőberuházásban ennek egyes elemei értelemszerűen elbontásra kerültek, például több tízmillió forint értékben a Rigó utcai óvodát fölújítottuk, majd utána az árkádberuházás beruházás kapcsán az óvoda elbontásra került. Kétségtelen tény, hogy a négy körforgalom például a Kossuth sugárút és a Rókusi körút kereszteződésében gyakorlatilag néhány százalékos forgalomkapacitás kapacitás kihasználtsággal működik itt az elkerülő végre valahára megtörtént átadása megépülése kapcsán. Tehát valóban van mit végig gondolni akár a közelmúlt során, hogy itt valóban megtervezett, megalkotott jövőkép nélkül adhok pályázati döntések alapján vajon jól lettek felhasználva ezek a pályázati források. Úgy gondolom, hogy egy széleskörű politikai társadalmi egyeztetést követő programalkotás nélkülözhetetlenné válik, hogy a szűkebb forrásokat hatékonyabban tudjuk felhasználni. De például mondjuk a kettes villamos építéséből már nem lehet kiátrálni, vagy a négyes villamos felújításából? Természetesen ezek a beruházások már futó a kivitelezőkkel szerződések történtek, tehát ezeket mindenképpen be kell fejezni. Nyilván közös érdeke minden Szegedinek, hogy ezeket a megkezdett beruházásokat a lehető legrövidebb időn belül a lehető legjobb minőségben tudjuk befejezni. Az LNP a közülési előterjesztéseket elemzésekor arról beszéltek, hogy a városi cégek és pénzügyek átláthatatlanok. Mire gondoltak ekkor? Mi a probléma jelenlegi üzleti beszámolókkal? Hát egyrészt ugye egy üzleti beszámoló az, az csak olyan, bocsánat, az egy könyvvizsgáló, ugye általában ezeket a könyvvizsgálói záradék megléte esetén fogadja el a közgyűlés, ezeket a könyvvizsgáló csak olyan szempontból vizsgálja, hogy azok az adatok, amelyek benne vannak, azok megfelelnek-e, a, tük, megfelelően tükrözik-e az adott cégnek a pénzügyi-gazdasági helyzetét. Nem vizsgálja például egy könyvvizsgáló azt, ez már az ügyvezető felelőssége, hogy vannak-e fiktív számlák, számlák a cég gazdálkodásában, tehát bekövetkeztek-e bizonyos olyan mondjuk szerződések vagy kifizetések, amelyek mögött nincs teljesítés, vagy teszem azt, aránytalan teljesítés van. A másik problémánk pedig az, hogy a pénzügyi bizottság és a közgyűlés is ezekről csak egy ilyen nagyon zanzásított anyagot kap, ugye a városüzemeltetési Iroda által rakva ezekről a hát, beszámolókról. Mi azt gondoljuk, hogy ezeknek sokkal nagyobb nyilvánosságot kellene teremteni, mert természetesen lehet mondani, hogy a képviselők járkáljanak a város irodára a többi beszámolóért, de szerintük ez nem célszerű, inkább az ellenközelányba lépnénk, és akár ugye Szeged teljes közvéleményének a számára nyilvánossá tennénk ezeket a beszámolókat. Egyébként a pénzügyi bizottság még tavaly a kezdeményezésemre el is fogadott egy határozatot, amelyben kérte a jegyzőirodát, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy a nyilvánosság az hogyan valósulhat meg sokkal erélyesebben a cégek életében mint ahogyan az mostanában a 100%-os önkormányzati tulajdonú cégek esetében, mint ahogy az mostanában Szegeden megvalósul. Sajnos máig nem kaptunk erről tájékoztatást. A legutóbbi pénzügyi bizottságon, ahol a beszámolókról beszéltünk, rájöttünk, hogy feltétlenül azért, mert naív módon nem rendeltünk határidőt ehhez a határozathoz, úgyhogy a következő pénzügyi bizottsági ülések valamelyikén ez nagyon rövid távon meg fog valósulni, és akkor bízunk benne, hogy egy ilyen radikális átláthatósági reformot tudunk megteremteni ezáltal. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Tehát ezt akkor ezt úgy lefordítani a nézők nyelvére, hogy kevés információjuk van. Próbáltam a beszélni kevés információjuk a képviselőknek az önkormányzati cégek gazdálkodásáról. Hát igen, mondok egy példát. Akár egy üzleti tervet, hogyha megnézünk. Nekem azt, ugye az ügyvezetők prémium feladatait ki kell jelölni. És azt mondják nekem, hogy az ügyvezetőnek az lesz a prémium feladata, hogy csökkentse 3 millió forint arra a cégnek a veszteségét. Én nem tudom azt megállapítani, mint Málovis György, hogy ez a 3 millió forint veszteség csökkentés, ez mondjuk 5-6 ember elbocsátását jelenti, vagy ez valami más olyan hatékonyság javító intézkedés, amely ténylegesen az emberek és a város életét szolgált. Tehát nem vagyok azoknak az információknak a birtokába, hogy alapvetően beszámolókról, üzleti tervekről ilyen dolgokról ugye az ember tehát felelősen döntsön. Én ezt, én ezt beismerem, tehát lehet ezért azt mondani, hogy mi inkompetens, kompetensek ez egy nagyon bevet retorika a közgyűlésen, a polgármester nagyon szeret ezzel érvelni. Én ezt nem inkompetenciaként élem meg, hanem ez egy strukturális probléma, akinek ott van a polgármesteri hivatal 515, vagy nem tudom pontosan hány alkalmazottal a háta mögött, az könnyebben lát bele ebbe. Aki kinevezte a városi cégvezetőket, ilyen pucszerűen leváltva, az nyilván könnyebben lát bele, ha bár gondolom ott is vannak azért különböző informátsági helyzetek. Mi egyik szituációban sem vagyunk, ilyen értelemben nagyon nehéz felelős döntést hozni, de tudnánk olyan javaslatokkal és éltünk is, és fogunk is élni a javaslatokkal, hogy azért ennél jobb informátsági helyzetbe legyünk, mint mi, mint pedig Szeged közvéleménye. a javaslatonál tartunk, Ári Nándor javasolta a költségvetés akkor, hogy 27 millió fontos támogatást nyújtsanak a sportlétesítményeket fenntart a egyesületeknek. Miért volt erre szükség? négy egyesületről és négy sportlétesítményről van szó, Szőreg, Tápé és Újszeged futballpályái, valamint a Szegedi Vasata komplex sportlétesítményéről van szó. Ezek Szeged legrégebbi egyesületei, 80-90 éves klubokról van szó. Ismeretes, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a, a szponzorációs lehetőségek is jelentős mértékben beszűkültek, és ezen a klubok esetében, hangsúlyozom, nem az adott egyesületek számára nyújtott általános támogatásról, hanem elsősorban a létesítmények működtetéséről és fenntartásáról van szó. Azzal a feltétel rendszerrel, hogy természetesen a Szeged oktatási létesítményei szélesebb körben pedig a Szeged város közössége számára fokozottabban, illetve ingyen nyíljanak meg ezek a spályák, ezek a sportlétesítmények. Ez azért is fontos, hiszen a rendszerváltás óta országosan és Szegeden is több sportlétesítmény szűnt, megkerült beépítésre, átsorolásra. Úgy gondoljuk, hogy mind várospolitikai, mind sportpolitikai érdek, hogy a meglévő megmaradt akár egyesületi tulajdonban, egyesületi kezelésben lévő létesítmények is megmaradjanak, és ezek sportfelületként működhessenek a továbbiakban is. Mindez egyébként illeszkedik a kormányzat azon közismert törekvéseihez is, hogy az iskolai testnevelés órákat is lehetőség szerint mindennapossá tegyük, és a jelenlegi oktatási létesítményeinknél található tornacsarnok és egyéb sportinfrastruktúra szűkös ahhoz, hogy a teljes körű ilyen mindennapi létesítmény ellátottságot a mindennapi testneveléshez biztosítsa. Tehát fontosnak tartottuk azt, hogy ezt a városi oktatási vérkeringésbe is bekapcsolhassuk ezeket a megmaradt sportpályákat. Egy percen belül vagyunk, egyetlen -egy, egy rövid kérdésem maradt idő. A helyi zöldterületek védelme nem került napirendre, mit mutat? Erősek a bizottságok? Hát bízom abba, hogy igen, igen. Tehát én azt látom a környezetvédelmi bizottság ülésére, amit Szent István is be szoktam járni, hogy ott, ott, érdemi munka folyik, szakértői vélemények jöttek be, amelyek azt támasztották alá, hogyha ez a rendelet így beterjesztésre kerül, az kiüresítheti a helyvédelem fogalmát, mert például a kokáér engedélyezi a védett területeken az együttemű fasor cserét, ha a tervező úgy dönt. Ugye a védett területek addig, azok eddig megkülönböztetett státuszt élveztek, mert ott csak akkor bizonyos speciális feltételek mellett lehetett fákat kivágni, például, hogyha vagyonra, életre veszélyesek. Most ez teljesen megváltozott volna, tehát gyakorlatilag teljesen kiürítették volna a helyi védettség fogalmát. Szerencsére kettő bizottságot is sikerült meggyőznünk, aztán a polgármester próbálta ezt ilyen saját kezdeményezéseként bájtani, de hát ez messze nem így van, hogy, hogy ő így megvilágosodott, és akkor ezt levettette a napirendről. Pontosan látta, hogy a bizottsági munkában mindenféle hivatali szándék és polgármesteri szándékányra bebizonyosodott, hogy, hogy ez egy rossz rendelet tervezet fidesz kdnp és egyeztetni fog az ügyben? Mindenképpen évek óta szorgalmaztuk a rendelet átfogó felülvizsgálatát, többek között olyan szempontok érvényesítésére is, hogy nem csak a belterületi fák, parkok, ligetek, fasorok ügyében, hanem Szeged külterületén található gyepek, szikes területek, vagy különböző erdősávok helyi védettségének megteremtése is szükséges. Itt 8-10-15 éve húzódó védetti nyilvánítási eljárásokról van szó, úgy gondoljuk, hogy ezeket minél előbb lenne lezárni. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszönjük. Guinness rekordkísérletre készülnek Szegeden és az ország további 19 városában. A Magyar Viziközmű szövetség felhívására szerdán arra vállalkoznak, hogy felállítsák a legtöbb egyszerre csapvizet fogyasztó ember világcsúcsát. Közeledik ugyanis június 12-e a vezetékes vízellátás napja, amikor is az ibóvíz fontosságára és a vízbázisok védelmére szeretnék felhívni a figyelmet. Szegeden a Szent István térre a víztorony elé várják mindazokat, akik részt vennének a rekordkísérletben. Nekik először regisztráltatniuk kell magukat, ezt a helyszínen fél egytől kettőig tehetik meg. Mindenki egy kétdecis porrat és egy karkötőt kap, pontosan olyan, amilyen a képen látható. Magyarországon a csap bátran fogyasztható, ez nem minden országban mondható el. A rekordkísérletre délután kettőkor kerül sor. Szegeden és az ország további 19 településén, például Kecskeméten, Békés Miskolcon vagy Veszprémben fognak egy időben csapvizet inni az emberek. Ilyen jellegű kísérletre még nem volt példa, emiatt biztos, hogy szerdán világcsúcsot állítanak fel. A Szent István téren természetesen egyéb programok is lesznek, játszóház és interaktív bemutatóterem várja majd a szegedieket. A rekord kísérlet bajnoksportolókkal, bajnok sportolókkal, például Vajdatillával, Gyökös Lajossal, Sikmártonnal vagy a Gyurta testvérekkel találkozhatnak majd a téren. Köszöntöm a Városi Televízió stúdiójában Balaton Krisztinát, a Szegedi Vízmű kommunikációs vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét. Ezzel a rendezvényel, akcióval a Csapis presztízsét szeretnék javítani? Uh, igen. Igen, szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy a csapvíz az egy megbecsülése méltó kincs tulajdonképpen. A bizalom a csapvíz iránt az utóbbi időben egy kicsit megkopott, és szeretnénk ezt valamilyen módon visszaállítani, akár azzal csak, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy, hogy milyen előnyei vannak a csapvízfogyasztásnak, vagy milyen értéke van magának a csapvíznek. Úgy gondoljuk, hogy a, a csapvíz az a az a számos vizsgálaton megy át, ugye sokan pont éppen azért bizalmatlanok vele szemben, a ivással szemben, mert hogy úgy gondolják, hogy nem ellenőrzött, holott minden vízi közműszolgáltató, a szolgáltató csapvizet számos módon ellenőrzi. Itt Szegeden például közel tízezer vizsgálatot végzünk évente, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer a csapvíz. Ugyan fog zajlani majd a rekordkísérlet, aki most mondjuk néz az adást és kedvet kap hozzá, elmet holnap délután a Szent István -térre? Természetesen igen, kijöhet. Fél egytől a helyszínen regisztrációs állomásokkal várjuk a kilátogatókat. Akik előzetesen regisztráltak, ők is ugye fel kell, hogy keressék a regisztrációs állomásokat, hogy aláírásukkal hitelesítsék a regisztrációjukat, és fél egytől kettőig folyamatosan lehet még a helyszínen is regisztrálni természetesen. Ugye maga a rekordkísérlet, ez mondjuk néhány másodperci fog tartani. Mivel fog telni te a délután? Igyekszünk azért színes programot összeállítani, hogy igyekeztünk. A Rádió 88-tól Kisház is annyi lesz a műsorvezetője a programnak, és játékok szerepelnek ebben, ajándékokért lehet játszani, játszóházat viszünk ki, ami érdekes vizes játékokat tartalmaz, vagy, vagy jelent tulajdonképpen, és ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy ugye az egészség, a sport az, az összefügg Sportoló Okat hívtunk ki a helyszínre. Kint lesznek a Szegedi Vízisport Egyesület kajakkenus versenyzői. Ugye elhangzott a bevezetőben, hogy kiket várunk. Hát tulajdonképpen azokat, akik érintettek lehetnek a Szegedi Világbajnokságban. Ígéretet kaptuk rá, hogy ott lesznek. Valamint Pestről a jövő SZT úszói jönnek, ugye Gyurta Dani és Ötse, Merasztó Evelin és Dávid, és még többen. Még Ugyan sikerült, őket, ugyan sikerült őket megnyerni ennek a nemes ügynek. Én azt gondolom, hogy egy sportoló számára az egészség, amit ugye mondtam, hogy a sport és az egészség összefügg, ez természetes dolog, és, és ők is ugye a... Tehát, Szükségük van ugye az, az egészséges életmódhoz a vízre is, tehát az egészséges szervezetnek szüksége van a, a vízre is, és azt gondolom, hogy az ő életükhöz szervesen kapcsolódik maga a víz is, tehát köt, kötődnek ehhez az elemhez, de nagyon szívesen jöttek, egyébként pedig ugye évek óta a szegedi Vízműzéért jó kapcsolatot ápol a szegedi vízi Sport Egyesülettel. tehát lassan tíz éve már, hogy, 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 hogy részt veszünk a sportolók felkészítésében, tehát támogatóként, és azt gondolom, hogy ez egyértelmű volt, hogy összekapcsoljuk a, a mi rendezvényünket, ugye ő velük tehát, hogy része, részei lesznek ennek. Ugye a Szent Istentéren áll a felújított, 2006-ban felújított víztorony, ezt is megtekintették majd a látogatók? Természetesen, hát a víztorony az ö, mindig nagy csábító erő egy-egy ilyen rendezvényen, ugye nyílt napokon ö, ö, látogatható évente a alkalommal, szervezetten, most is megtekinthető természetesen, addig, ameddig a rendezvény tart, tehát a rendezvény ideje alatt. Az előzetes regisztráció alapján kb. hány főre számítanak? Kik fognak megjelenni majd ezen a rekordkísérleten? Számos iskolától kaptam visszajelzést, eddig ezren jelezték úgy körül, tehát körülbelül ezer főnél tartunk most az előzetes regisztráció alapján, illetve volt egy központi regisztráció a vízkincs.hu holnapon, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan ott a helyszínen fognak még regisztrálni, tehát szerintem biztos, hogy, hogy ennél több lesz. Volt már vala a világon ilyen jellegű rekordkísérlet? Nem, nem, ez egy úttörő jellegű kezdeményezés, és ugye azt is mondhatnánk, hogy tehát kényelmesek is lehetnénk bizonyos szempontból, mert nincs olyan rekord, amit nekünk meg kellene dönteni. De mégis az a célunk, hogy országszerte egy 15-20 ezer ember így van egyszerre egy időben egy pohár fizet. Ugye több, tül, több településen egy időben zajlik az esemény. Hogyan tartják egymással a kapcsolatot? Hát a Magyar Vízi Közmű Szövetség titkársága a központi helyszín, tehát velük tartjuk a kapcsolatot, és folyamatos telefonos kapcsolatban leszünk, illetve a Facebook oldala is van ennek a, a rendezvénynek, és oda töltünk föl képeket, tehát minden résztvevő város, legalábbis igyekszünk mindenki napra készen, percre pontos, vagy egy percre készen föltölteni ezeket a képeket, és utána a rendezve, tehát maga a csapvíz után egy fél órával szerintem már fogok tudni adatokat, mert minden város lejelenti idézőjelben azt, hogy mennyien vettek részt a rendezvényen. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a el megkívásunkat. köszönöm, hogy itt lehettem. Önök hírátér műsorunkat a témát látták. Szerdán este Tihany Viktor várja önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy ma este minket választottak. Viszontlátásra!